érvelése. A bölcsés és társadalomtudományi kutatások erősítésére van szükség, és ennek érdekében az egyetemen kialakítandók azok a feltételek, amelyek között az egyéni és közös, tehát ez van a hangsúly, az egyéni és közös kutatási célok megvalósítására megfelelő mértékű idő áll rendelkezésre. Az egyéni és közös kutatás összekapcsolása, ez a az egésznek a bölcsés és társadalomtudományi területe. És ehhez hozzáfűzik még az is, hogy az oktatási és az adminisztratív terhek alóli mentesítést kell a helyben résztvevőknek biztosítani. Ezeket mi is jól ismerjük ezeket a problémákat. Na most az indokok és érvek között a Kelvin mellett a nálunk is ismert indokok, szóval csak Kelvinben kellett, és sajnos a Kelvin konstrukció. A bölcsésztudományi, a társadalomtudományok lényegesen magasabb oktatási megterhelése. E tudományterületeken a kutatásnak az egyéni jellege, és nincs tímmunka jellege, vagy csak elvétve. Aztán egyetemi forrásokból szinte nincsen kutatási támogatás, és a nagy a disziplinális felszabdalódás veszélye, amit szintén jól ismerünk. És ők így fogalmaznak, hogy ami az interdisziplinális megértés és együttműködés képességének elvesztésére felelős, hát nálunk inkább a képesség kialakulását akadályozó helyzet van. Itt egyszerűen az interdisziplinálisnak képesség kialakulását akadályozó jelenlegi helyzeti benyomásai szerint. Na most a támogatási eszköztár, hogyha összevetjük a Forsyth grupéval, tehát a régi és ma is érvényes tudományban, ma is érvényes formában, akkor a következő jellemző modulok vannak a KFG-ben. Kötelező modul a helyettesítés, tehát az egyetemből a kutatócsoportba kerülő személyek kérhetnek X időtartamra, nem az egész időtartamra, X időtartamra kérhetnek helyettesítést. Másik kötelező modul a Fellow program, a harmadik pedig az utánpótlás támogatás. Tehát ez a három kötelező modul van. És ezek mellett vannak variálható modulok. A kutatóprofesszora, a workshop, kolokvium, kutatómunka koordinálása, esélyegyenlőség, tudományos munkatársak alkalmazása. Ezt Münsterben nagyon erősen csinálják. Utazási, publikációs támogatás, és ami Németországban nagyon fontos, ugye a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása mindarról, hogy mi történik ebben a projektben. Tehát itt a nyilvánossági kontroll az egyszerűen működik, ezt ennek a KFG projektnek kapcsán is láttam. És egy új elem még az, hogy nem kétszer három évre lehet pályázni, hanem kétszer négy évre, tehát a forsegítőhöz képest egy-egy év, tehát két szakaszból, és meg kell pályázni, teljesen komoly pályázat, a második is teljesen komoly volt. Hetekig dolgoztak rajta, és betanulták a szöveget, úgy mentek a bemutatóra, a második pályázatra, busszal mentek a kollégák, a miniszteri kollégák, minden csoport reprezentálva volt, a fellow közül az amerikai legjelesebb biotikus kedvű Childress volt, aki képviselte a projektet, úgyhogy betanulták a szöveget, előre fel volt osztva, hogy ki mit fog a eddigi munkáról és a tervezett következő négy éve alatt a tervezetről ki miről fog referálni. Úgyhogy tehát ott ez nem kamu pályázás, a második szakasz sem, bármilyen sikeres volt az első, hanem komoly pályázás volt a második szakaszra is. Jelenleg, mint említettem, 14 KFG-ban Németországban, azt hiszem, hogy ez valamelyik fólián rajta van, amelyik megmutatja rajta. Na most a Münsteri KFG projektnek mi a téma területe, ugye? Bölcsés és társadalomtudományi, de ezen belül mi a téma terület? A norma megalapozás elméleti kérdései az orvosi etikában, illetve bioetikában. Két alapvető célkitűzést fogalmaznak meg a téma terület kapcsán. Az egyik egy intermediális elméleti szint szisztematikus kimunkálása. Ezt én nem tudtam még beadni, hogy ez ténylegesen mit jelent a mostani projektben. A másodikat annál inkább. Nemzetközi diskurzus kezdeményezése, különösen a német filozófiai és jogelméleti hagyományok
azon erősségeinek recepciójára építve, amelyek a nemzetközi vitákban nem eléggé előteljesen vannak jelen. Ezen a szállal jutottam ki, a Hegel, ugye 25 éves kapcsolat is, és mondjuk a Kantot nézzük, Kant sokkal előteljesebben jelen van a nemzetközi vitákban, a német hagyományok közül, mint Hegel, és az egy, és Münsterben viszont két Hegeles professzor is van, tehát itt erős kapcsolata volt ennek kapcsán velük, és tehát nyilván az én kapcsolódási pontom ehhez a második célkitűzéshez volt adva. A szerkezet, a projektnek a szerkezete. Vannak az, ez látszik, van valamelyik fólián, hogy 8, az úgynevezett G8, ők a főpályázók. 7 professzor és a Centrófű Biotiknek a vezetője. A tudományterületi megosztást, ha említsen meg, illetve a képviseletet. Bár lehet, hogy ez is szerepel rajta. Egy az orvosi, egy kollégina, Bettina Schöne-Zeifert, ő a német bioetika nagyasszonya, abszolút meghatározó személyiség, tehát ő az orvosi karról van. 4 vannak a filozófiai intézetből, egy jogász, ő a projektvezető, egy politikatudós, és egy személy pedig a Centrum für Bioethiknek a vezetője. Ez egy több mint 10 évvel létező intézmény, 12-13 évvel létező intézmény. A tudományos munkatársak általában 8 tudományos munkatársak, fiatal munkatársakról van szó, vagy a disszertációjukat, vagy a habilitációjukat készítik elő, és közben többen kaptak meghívást, és 4 férfi és 4 nő, többnyire az arány, és közben többen kaptak meghívást, például professzori helyettesítő állást a valamelyik egyetemről, vagy pedig az egyik kolléganő ezen a nyáron kapott egy professzori állást a Bonn Egyetemre, tehát akkor nyilván automatikus lehetőség adódik annak a helynek a betöltésé, annak a munkatársának a betöltésére, és ezzel élnek is. No, mert van egy merítési bázis, tehát sokkal többen vesznek részt a projektben, mint a hány alkalmazottak. Na most, a tematikai súlypontok között a boldogság és a jólét, ez az egyik fontos téma, a jog etikája, politikai szabályozások, közegészségügy, természeti és cselekvési hatalom. Ezeket emeltem ki, még van vagy 2-3. Másik elmondani, további jelent. A kutatási területek hálózatosan működtetik a projektben. Példa erre az autonómia, ez is fel van tüntetve, hogy a történelmi tapasztalatok jelentősége az elméleti megalapozási kérdésekben. Én mind a kettőben részt vettem. Az én fővállalásom egy magyar nyelvi monográfiának az elkészítése, ami jövőre fog megjelenni, egy évben belül, tehát 17 végéig, a projekt végéig, ezen dolgozom most, és én választottam a témát, mégpedig az autonómia és a paternalizmus az orvos-beteg kapcsolatban. Tehát egy ugye bioetikai jellegű a projekt, és ennek megfelelően ezt választottam, mert azt gondoltam, hogy ez egyrészt a magyar bioetikában nincs lefedve. Tehát nincs a magyar bioetika. Másrészt ugye a magyar bioetika angol száz bioetikára alapozódik. Harmadrészt pedig a meghívás éppen azzal függ össze, hogy én a német bioetikát próbálom Magyarországra hozni. Nem úgy, hogy te fordítok könyveket, nem egyszerűen, hanem hogy a magyar viszonyokhoz, és ezért is van a témaválasztás. Azt hiszem nem kell magyaráznom, hogy miért. Ennek kulcs jelentősége van a társadalmi magatartási minták szempontjából Magyarországon, az orvos-beteg kapcsolatnak, és az autonómia, mint az a beteg önmeghatározási joga, ami törvényesen 97-es egészségügyi törvényben benne van, hát tudjuk nagyon jó, hogy ennek mi a realitás tartalma. Tehát engem ez a téma izgatott nagyon, és úgy gondolom, hogy ha tudok valamit tenni ezen a területen, akkor ez a téma alkalmas erre, hogy valamit magyar kontextusba állítva, tehát német bioetikai vitával, nem német háttérrel, hanem magyar kontextusba állítva feldolgozom. És egy mondjuk olyan szinten Kovács József lesz a könyvnek a lektora, aki az orvosi bioetikus, ővel konzultálok, ő beszélt rá, hogy vállalja, mert egy nagyon
most váltsak, és egy új tématerületbe fogja, de nagyon győzködött, és nagyon meggyőzött arról, hogy miért van az értelme. És ő lesz a könyvnek, és kapcsolatban vagyok el, amikor elbizonytalanok, akkor mindig reagál kérdéseimre, vagy bizonytalanságaimra. Na most a munkaformák, ugye a lényeges az, hogy az egyéni és a csoportos kutatások összekapcsolása, ez abszolút, ez teljesen működik. Ez mindenfajta produkcióban ott van, amit én láttam, az egyéni és csoportos kutatásoknak az összekapcsolása, valamint a vendégkutatókkal való együttműködés, tehát nem csak az alkalmazottaknak, meg a géniusznak, hanem a vendégkutatóknak bevonása. Erre egy példát hadd említsek, ez magyar vonatkozású. John Martin Fisher, egy amerikai filozófus és etikus volt, hát vagy három évvel ezelőtt, abban az időben vendég, amikor én is vendégkutató voltam, és megismerkedtünk, és kiderült, hogy magyar gyökerei vannak, a nagyapja magyar volt, őt már nem ismerte meg, nem tudtam először, hogy miért nem ismerte meg, nagymamát igen. És a nagymamának az akcentusa, ugye az akcentusról szó volt, az emlékeztetett az én német akcentusomra, tehát a magyar akcentus. Ő nem tudott magyarul, de ugye a nagymama viszont nem tudott angolul is, ugye csak magyarul hallotta a nagymamát beszélni. És aztán beszélgettük a CEU-val volt kapcsolata, de nem olyan jellegű, hogy mondjuk Magyarországon publikált volna. És akkor én felajánlottam, mert olyan témában írogatottam, amit gondoltam, hogy ez számunkra is érdekes lehet, felajánlottam, hogy én kerítek kiadót, kerítek fordítót, próbáljuk meg egy magyar nyelvű kötetet összeállítani, ez meg is történt. És a Tipotex kiadónál jelent meg, tavaly jelent meg ez a válogatás, szabadság, felelősség és az élet vége. Ez a kötetnek a címe. De hogy ez mennyire a projekt keretében működött, bár amerikai finanszírozású az egész. Sikár Tibor fordította külön, és ugye kiváló fordítást csinált. És hogy mennyire ugye azért a német szál is bekapcsolódott, hogy amikor a Michael Fante, tehát a közös meghívónk, úgy szólván, értesült erről a tervről, azonban lecsapott rá, hogy akkor egy német változatot is megkészíteni. Tehát így abból a kötetből lett egy német és egy magyar. Abból a szállításból, amit ő készített, lett egy magyar, német és egy magyar kötet is. Tehát ez a hálózati együttműködési forma. Ez egy olyan példa, amit azt hiszem, hogy talán egy szemléletem, hogy tényleg ezek a informális kapcsolatok is, hogy beépülnek abban, hogy az intézményi keretben, tehát egy lényeges mozzanat volt, szóval lényeges élmény volt számomra, egy fontos tapasztalat. Na most itt minden héten van rendezvény. Tehát minden héten, hétfő délután minimum egy rendezvény van. Ez a minimum, de nagyon gyakran több rendezvény is van hetente, és ezen mindenki részt vesz. Hát kivéve a külföldön a léptem, vagy ilyesmi, de egy nagyon intenzív együttműködési forma. Ennek a Zsófixnek, a előadói lehetnek ugye a KFG tagjai, vagy lehetnek a meghívottak, vagy lehetnek a vendégkutatók, vagy lehetnek más külföldi meghívottak. De ez a rendszeres előadás és vita, ez minden héten megvan. Ezek más rendezvények is vannak. Hát aztán különböző konferenciák, de ami a legfontosabb, ez a napi szintű informális beszélgetések. Úgy nincs olyan képviselve informális beszélgetés, mind a ketten ott vagyunk, ugyanannak a professzornak vagyunk a vendégei, és így beszélgetünk, és ugye ezekből mindig kijön valami, majd erről visszatérhet, hogy mi az egyéke van. Tehát egyszerűen ez életformává vált. Tehát ez nem csak egy intézményes forma, hanem élettel, szakmai élettel, kommunikációval, közös nyelvvel, közös egyfajta, az interdisziplinaritás egyfajta közös nyelve is kialakul ebben a formában. Nekem ez nagyon nagy élmény. Azért mondom, hogy én most sikerekről beszélek, számomra egyénileg egy nagy élmény, kifelé siker, ezt látom, hogy sikereseket a kollégák elismeréseket kapnak.
és például ugye a projektvezető, aki jogászprofesszor, az most a DFG számára az összes jogi szabályozást, ő kapott megbízást arra, az összes jogi szabályozást, ő vizsgálja felül, meg az új helyzetnek megfelelő koncepció és elemeket felismered, ennek megfelelő állomózó. Néhány perc van, de nem hosszú. Köszönöm, hogy szólt. Igen. Ugye szabadon beszélek, és akkor az ember hajlamosan hosszabban beszélek. Hát a nemzetközi vendégkutatók listáját, az azt hiszem, azt körbe küldtem. Nekem nem mondhatom, hogy pozitív élmény, hogy inkább szomorú tapasztalat, hogy végül Kelet-Európából, annak ellenére, hogy még két másik országban is akartak meghívni, de egyedül én voltam, és hogy nő vendégkutató a senior kategóriában is egyedül én voltam. Tehát ez mondjuk nem volt egy felemelő tapasztalat Németországban. Na most az alapvető műszeri specifikumot talán megvilágítottam, ez hogy hogy működik az interdisziplinaritás. Tehát itt a legkülönbözőbb tudományterületeken dolgozók beszélgetnek egymással kötetlen beszélgetések formájával, és nem csak a Zsúfix keretében. És akkor ebből jönnek produkciók, egy további projektek. És akkor hozadék a Veres Egyetem bölcsészkar számára. 2010-ben hoztuk létre a bioetika kutatócsoportot az akkori kutatóegyetemen, ezt én vezettem, Tésős László volt akkor a rektor, és eleve német súlyponttal, Magyarországon ez egy súlyponttal. Megépítettük a meritos feliratot és a könyvsorozatot, ami minimálisan működik, ez az előnye annak, hogyha az ember a címet megkapja, hogy megtarthatja ezeket az intézményes kereteket. Fontos, vagy jó néhány közös publikáció keletkezett a KFG-vel, és erre a KFG finanszírozást biztosított. Azt szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy finanszírozta a köteteinket, több kötetet, most ezt nem is sorolom fel ilyen rövid idő alatt, hanem inkább azt mondom, hogy most ebben az évben még két további projekt körvonalazódott. Az egyik az emberi méltóság témaköréből egy német irodalom alapján egy tanulmánykötet, tehát egy az orvosi karon, az etikai csoportból egy fiatal kollega fog összeállítani. Ennek a finanszírozását, a fordítás finanszírozását a jogtudományi kar biztosítja, ahol van egy ilyen, hogy Menschenbünde Weltweit, van egy ilyen alapítvány. És ők biztosítják a finanszírozást, tehát hogy tovább megy, további külső részvevő is kapcsolódik be, és a KFG pedig a kötetnek a nyomda költségét biztosítja. Tehát meg tudtam szerezni a kötetre a teljes költségét gyakorlatilag. Két fiatal kollega is volt kint a Debreceni Egyetemről egy-egy hónapos meghívással, és még van egy másik, ez EU-s projekt tervezett, egy fiatal politikatudományból doktorált kollégiával, akivel a kulturális történeti különösségek és történeti tapasztalatok szerepe az etikai normálásban, tehát körülbelül ebben a témakörben tervezünk egy projektet, ehhez Debreceni Egyetem politikatudományi karából egy docens kollégát vontam. Hát ezek, köszönöm szépen a figyelmet, remélem nem volt túl unalmas. És akkor ezen már át is adom a kérdezésnek, hozzászólásnak a lehetőségét a kedves hallgatók vendégeink számára, Sándor Tibor előzetesét. Csak amikor mesélted, hogy ez az intenzív együttlét beszélgetés és hetente, tehát itt az jutott eszembe, hogy itt van egy oldala szervezés, vagy ez a forma, és van egy kultúra. Tehát én még nem voltam olyan helyzetben Németországban, amikor beleláttam egy kicsit, hogy ott működnek, amikor nem evezettenet, tehát olyan diszkusziós kedvük van, és annyi beszél folyik folyamatosan, és ilyen formák, és akkor este 6-kor még van egy előadás, van mindenki, és mindenki hozzászól. Tehát hogy itt ez a kettőnek a találkozása, tehát annak a kultúrának, és a megfelelő forma megtalálása.
Ez nagyon-nagyon érdekes, amit hozzátettél, mert valóban ehhez kell ez a diszkuszió kultúra, amivel rendelkeznek, argumentációs kultúra, amivel rendelkeznek. És hogy ezt élik és élvezik, tehát nem arról van szó, hogy csak kényszer, vagy csak karrier, vagy valakit támogatni akarok, vagy valakivel szembe akarok fordulni, tehát nem ilyen vagy a motiváció, hanem egyszerűen élik és élvezik. Akkor is, hogyha teljesen különböző nézeteket vallanak. Tehát ennek semmi szerepe nincs az ember. Az emberi kapcsolatok és a nézetek nem feltételezik egymást. Nincs hozzá kötve, hogy jó barátom-e, hogy azonos nézetet vallanak. Én ezt nagy, szóval nekem ez óriási élmény volt ebben. Hát mondom, először két hétetre töltöttem el, utolsó hétben, a hét hét volt, de előtte is ismertem már. Több kollégát akarjuk, és nekem ez egy óriási élmény és újdonság, amit a kulturális háttérben helyezik. Úgy mondtam, hogy szinte bocsánatot kér az ember, ha egy ilyen sikertőtelenül beszél, mert és ezzel nem magunkat akarom megbántani, nyilvánvalóan, mert nem azokról van szó, akik itt vagyunk, hanem ismerjük ezt. Ennek a jelene is természetesen, de a múlt is itt van velünk. Csupán annyit tennék hozzá, hogy nekem is az a benyomásom, hogy a német tudományszervezés az képes volt egy csomó új ilyen finanszírozással és hát tudományos megközelítéssel kombinált. Tehát itt nem csak pénzről van szó, hanem arról is, hogy valóban van itt a kollektív munkának többfajta formája egyébként. Tehát ehhez hasonló, például én egyet ismert, nem voltam még ott, de diákjaim voltak ott a kertész kollégium Jénában például, ami szintén egy olyan projekt, egy nagy közéves, három, négy éves projekt, hogy Kelet-Európa történetét lényben átérni idő szempontok szerint, nagyon modern szempontok szerint, különböző meghívott előadók, illetve kutatók, fiatal kutatók, tehát már nem doktorátus befejező, de fiatal, már doktor, de fiatal kutatók részvételével. Hasonlókról én megvallom, hogy egyenlőtt Európában nem igen lehet tudni. Németeknek többfajta ilyen kezdeményezésük van, és mögöttek komoly pénzek is vannak, tehát hajlandó kell komolyan áldozni. És amit én nagyon fontosnak tartom, hogy a nyilvánosságnak valamilyen módon tudnia kell. Igen, mindig van konferencia benne, mindig van egy csomó szeminárium, egy csomó meg a sajtó, meg a tévé, és stb. Tehát hírt ad arról, hogy mit csinálnak, hogy ez van, és akkor, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy van egy ilyen ereje is a nyilvánosságnak, hogy egyfajta, hiszen adófizető, ugye komolyan veszik, hogy adófizető pénzéből finanszíroznak ilyen projekteket. A DFG az német állami pénzekkel dolgozik. Igen, valóban ez elég sajátos, mondjuk ebben szembe tudom állítani az európai finanszírozásokat, amiben volt szerencsénk, és amelyeknek az a sajátossága, hogy voltak éppen nagy pénzeket adnak úgy, hogy gyakorlatilag nem kérnek, tehát minimális ellenszolgáltást kérnek produktumok formájában. Ami itt, ahogy látni lehetett, itt komoly ellenszolgáltatás produktumot, tehát publikációkat, mindenféle nyilvános szerepléseket előírnak. Az európai projektekben meg kell mondanom, hogy mi ugye Péterrel csináltunk egy nagyobb ilyen értelmiség történeti projektet, amelyben tényleg rengeteget dolgoztunk, és nagyon meg vagyunk elégedve a fölhalmozott kutatási anyaggal. Csak éppen, mikor, és a végén egy fél tucat könyvet azért publikáltunk, de ezt senki nem kérte. Tehát senki nem nézte meg, hogy mégis mit publikálunk ebből, és hát ami anyagunk van, annak egy töredékét publikáltunk csak. Mert egyszerűen senkinek nem jutott eszébe, és nekünk közben más dolgait is akadtak, tehát
Tehát nincs ez az eleve visszacsatolási kényszer, hogy adunk pénzt, tessék bizonyos dolgokat elé megcsinálni, tessék ennek bizonyos nyilvánosságot adni, és tessék bizonyos publikációkat letenni az asztalra. Azért én egy módosító megjegyzést tennék, itten a, mert ugye ezzel nem, Viktor, nem foglalkoztál, ugye én ugye itt voltam ugye az Audi torokkal, és ezek az európai projektek viszont elképesztő mértékű bürokratikus részletezettségű formális beszámolókat követelnek. Tehát miközben a hat kötetet félre lökték, aközben a kedvenc történetem az az volt, hogy a villamos jegyekről, tehát hogy arról a villamos jegy problémáról, hogy az asszisztensünk fölment a várba, nem volt elég egy ilyen összesített dolgot csinálni, hogy 52-szer fel kell mennie a várba valamilyen adatokat kiírni, hanem egyenként a villamos jegyekhez kiküldetési rendelvényeket kellett volna készíteni. Aztán nyilván nem készítettük, mert azt mondtuk, hogy akkor azt inkább nem számoljuk el, tehát inkább azt mondtuk, hogy akkor azt, hogy mondjam, áttesszük Vezlis kiadásba. De tehát azt mondanám, hogy ez egy ilyen francia dolog, tehát az európai kutatás finanszírozás. Tehát, hogy értelmetlen bürokratikus dolgoknak a tömege nagyon kevés, tényleges, valódi ellenőrzésével az eredményeknek. De ez az óriási bürokrácia, ezt más kollégáktól is volt módon, már itt van, akik bologatnak, szintén átéltek ilyeneket. Nem, amit én olyannak látok, ahol minimális a bürokrácia, és viszont érdemben megkérdezik, hogy mi történik, ezek az amerikai típusú projektek. Tehát a Rothschild, vagy akár a Soros pénzek, amelyek ugyan sokkal kisebb pénzek, de alapvetően arról van szó, hogy azt kell megmondani, hogy mit hoztál létre abból a pénzből, amit adtak, és akkor többé kevésbé magánügyet, hogy azt a pénzt hogy költötted el. Egész minimális, mondjuk a Rothschildhoz is, a Soroshoz is, egész minimális bürokratikus értelme, minimális jelentést kellett adni, és hát a valódi, hogy mondjam, nagyobb tanulmányt, vagy kötetted, vagy egyebet kellett leadni. Az én tapasztalataim szerint. A John Martint is ehhez egy mondatot. A nagymamájáról beszélt, és aztán később visszatértünk arra, hogy a nagyapját miért nem ismert, és kiderült, hogy a nagypapa, aki Fischer Márton neve viselte, tehát a második keresztneve a nagypapától származik, aki az első világháborúban valamilyen tiszti rangban szerepelt, a monarchia seregében tiszti rangja volt, vette részt az első világháborúban, és aztán Auschwitzban halt. Tehát ez a történetnek egy szóval része, és azt írja is a magyar előszóban, tehát írt előszót a magyar kiadáshoz, írt arról, hogy ez neki egy ambivalens érzés, de ugyanakkor örül és szeret, örül annak, hogy Magyarországon lehet a kívánság. És részben az, hogy őt ezek a kérdések foglalkoztatják, tehát az élet vége, ahogy nem csak bioetikai értelme, hanem egzisztenciális értelme, az valószínű ezzel a családi történettel is összefügg. Na ez csak egy adalék ahhoz, hogy így a kötetnek a háttere teljesen. Viktor említette, hogy Jénában ismer még németországi viszonylatban egy hasonló... Hát ez a Kertész Kollégium projekt. Én voltam sokszor Jénában. Nem csak tudom, hogy hívjára, hogy ez a... 4-5 éves kollégium, 4-5 évvel. Egy gyakor 4 évig volt ott. Hogy ez a műszeri típusú projekt, ez mennyire jellemző? Tehát jó az, hogy... 14 van. 14 van. És mondjuk az mennyire tekinthető egészében, hogy Németországban vannak
nagyobb terület, hogy sem a 14 önmagában jelentsen komoly országot. Ha Magyarországon 14 ilyen projekt lenne, akkor azt mondanám, hogy igen, ez már tekintés. Nem tudom, hogy mit jelent mondjuk németországi relációban az összes véleménye szerint. Van valahol egy kimutatás, hogy milyen városokban van. Én azt nem gondoltam erre a kérdésre, de hát ez nyilván ez egy kiemelt projekt. Tehát nem azt jelenti, hogy minden egyetemből is karra és társadalomtudományokkal részesületben. Nyilván. Nyilván. Új típusú... ez egy tized, még nem valószínű, hogy több egyetemet érint. Egy tized, milyen... inkább egy tized alatt van, nem tudom. És pénzben milyen nagyságrendű pénzben mögött? Úgy emlékszem, hogy az első, azt hiszem, hogy az első, ez egy informális információ, az első 4 évre 1,5 milliárd euró. Ez az első, azt hiszem, ez az első, de 490, nem tudom. És összességében hányan vesznek részt a projektben? Mit lehet tudni? A 8 alapítottak, akik ugye az egyetemi állásaikat megtartják, de helyettesítést kérhetnek. Tehát az azt jelenti, hogy akkor vesznek fel valami kollégát, hívnak meg kollégát, ugye azt a projekt fizeti. Az a projektből megy. Aztán van egy ügyvezető, aki a gazdasági ügyeket, tervezési ügyeket, ilyesmit csinál, és van egy titkárnő, aki a vendégekkel foglalkozik, még azon kívül, hogy könyvel, meg ilyesmi. Tehát ketten vannak ilyen adminisztratívok, körülbelül a karozat, és van 8 munkatárs. Ezek a munkatársak, mondottam, több ilyen 4 fiatal hölgy és 4 fiatal férfi, és ők vagy a PhD-kön dolgoznak, vagy pedig a habilitációkon, ez egy kormányi szakmai előadásnak megfelelően változik. És ez egy mobilabb összetételő társaság, van, aki mind a 8 évet végig csinálja, de többen vannak, akik közben állást kaptak már. Állandóan vannak többen, akik állandó állást kaptak. Kutatóállást az egyik kollégina, a másik pedig gondban egy egyetemi tanárvállás, professzor állást kapott. Tehát körülbelül ennyi. És ugye vannak a fellók. Van egy kimutatás a fellókról, azt hiszem 11 volt az első rész, nem ez a 13-as, a 13-as év. 10-12, az már belement a második ciklusba. 11 van, nem tudom pontosan. A senior fellók, ezek mind külföldiek. Hát zömmel az amerikai és az angol biotikának, Kanadából is ott, azt hiszem, meg egy fiú kollega nagy nevei, és mint említettem, Kelet-Európából egyedül voltam senior fellók. Vannak fiatal, van a juniorfellók is. Ők egy pár hónapja kaptak egy hívást. Szerintem, hogy milyen nyelven folynak? Hát ez hát alapvetően németül. De például, hogyha olyan amerikai kollega... Hogyha olyan kollégát hívnak, aki angol, akkor angol. Tehát akár finn országnak, és nem tud németül, akkor angol nyelvű rendezvények. És Csillagos volt legutóbb ott. Aki ugye a biotika, én kétszer találkoztam vele, többször is volt. Most a feleségével volt. Igen, mert hogy az amerikai bölcsésztudományok, meg jogtudományok is most már egy paradigmaváltáson mennek át, mert előző nemzedékben még mindenki tudott németül, mert általában németek voltak, de most már ez kihalt ez a nemzedék. És magyarul? És magyarul, és mellesnek, David Bayer, ugye? Hát most a legutolsó német filozófiai kongresszusnak az egyik kiemelt témája volt, ez Münsterben volt 2 évvel ezelőtt, egyik kiemelt témája volt, hogy a német filozófiát német nyelven művelni. Ez az gondolom, hogy szakmailag abszolút indokolt elvárás. Már voltak előzményei, ugye, történelmi előzményei. Igen, de ez most nem ilyen. Egy-két például. De ez nem ilyen. Ez más generáció, ez teljesen más generáció, mint ezt feltetették.
Mert a német szóval angolul művel, így olyan és odáig jutott ugyanis a dolog. Ez egy identitás problémával? Pontosan. Hát egyszer szakmaiság dolog, ez nem is identitás, szakmaiság. Jó identitás probléma. Német tudományos identitás. Amikor például egy Kant vagy egy Hegel rendezvényt tartanak Németországban, és ugye jönnek olyan, van olyan amerikai megfogatok, hogy nem tudnak németet, akkor angolul válik. Hivatalosan angol nyelvén válik, és hát azért ez egyszerűen szakmai problémákat vett fel, hiszen az amerikaiak maguk is mondják, hogy több fordítása mondjuk a szellemfelelődiájából nem lehet lefordítani, magát a szellemfogalmat sem lehet lefordítani. Mondják az amerikai kollégák. Itt azért szerintem bőven lehetne ellenérveket mondani ezzel ellen. Tehát például mondjuk bizonyos dolgoknál az értelemadásnak az egyik eszköze a fordítás maga. Tehát számos dologról annak a révén derül ki, hogy értelmetlen, hogy nem lehet lefordítani. Tehát, hogy például amikor mondjuk ilyen magyar hazafias szövegeknél az ember javasolja, hogy tessék már lefordítani angolra, hogy mi az, hogy talajgyökér, meg mi az, hogy rögvalóság. És akkor ettől ugye akik az ilyen típusú... Én pont ezért gondolom, hogy lehet, hogy nem árt azért. Tehát én nem tudom, tehát szerintem vannak amellett bűséges érvek, hogy a német filozófiáról és egyáltalán a bármely fajta tudományról angol. Én belátom, hogy ez ebben a analitikus, kontinentális konfliktusban az analitikusoknak kedvez, és ezért ezt én nem szeretitek, ezt belátom, Tibor, akármi is mosolyog. De hogy én azt gondolom, hogy van azért annak értelme, hogy egy ilyen univerzális diskurzusba belerakni valamit, ami... Az egy más, szerintem az egy más dolog, egy univerzális diskurzus, az más dolog, mint amikor egy szakmai konferenciát rendeznek egy német filozófusnak a véleménye, csak valamiről. Azt gondolom, hogy ott azért a szakmaiság szempontjai fontosak, és ehhez is tudni kell azt, ahhoz az értelemadás többlethez, vagy kérdéshez, tudni kell azt, hogy mit jelent ez németül. Tehát bizonyos elemű, hogyha már német filozófiával foglalkozunk amerikai néptel. Ezt az amerikai barátaim egyébként elismerik. Fordítva, onnan kezdünk, hogy ha valaki azt mondja nekünk, hogy mondjuk német filozófiával foglalkozik, egy magyar, akkor elvárjuk-e tőle, hogy eredetűben elolvassa azokat a szövegeket. Na most egy amerikaitól ezt miért nem várjuk el? Tehát, vagy miért kell itt, tehát az, hogy egy, az az elv, hogy eredetiben olvassam, amiről beszélek, vagy eredetiben értsem azt, amiről beszélek. Szerintem ez a bölcsész tudományban, a filozófiában egy alapkövetelmény. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy pont a nyelvnek azok a szintjei, tehát az, hogy itt teremtő módon használja a nyelvet, tehát az, hogy tehát a német filozófia, de más amikor azok nagy filozófiák voltak, elképzelhetetlen lett volna, hogy azt egy másik nyelven adják, hogy görög, most Hierapeitos az perzsáról tanul, hogy azért egy világnyelven publikáljon, vagy nem tudom. Tehát az a nyelvnek, az a nyelvteremtés is, tehát az, hogy a fűzis, meg a logosz, meg a nem tudom mit, tehát az, hogy most a görög nyelvvel fejezték ki először, vagy fogalmaztak meg filozófiai dolgokat, az egy örökségünk, az nem lehet így, tehát az ahhoz a nyelvhez kötődik. És ugyanúgy más fogalmak, más nyelvekhez, stb. Tehát egy más szintre, a nyelv, a közlésnek egy más szintjére helyezzük, hogy ma megbeszéljük, hogy... Tehát itt van egy redukció, hogy mivel tizenvalahány bölcsész professzor van jelen ebben a teremben,
kezeket fel, hogy közülünk kiolvas olyan mértékben ugörögül, hogy Arisztotelészt egy eredetiben tudja olvasni. És ki publikál? És ki publikál ugörögül? Ki publikál ugörögül? Mert nem görög téma. Ez azokra vonatkozik. Tehát most egy konferenciáról beszélünk. Más szint. Hogy? Fognál látni, mindjárt érkezik. Értem, és akkor ő tud, igen. Ő például, igen, Arisztotelészt publikálja a ókörökből, és ő maga is konstruál ókörök szövegeket. Ugyanakkor vannak klasszikus példák, hogy valaki Arisztotelészről könyvet ír, anélkül, hogy nem idézek szerzőt. Egy görögben is leírt volna életében. És ezt erről mi a véleményünk? Jó, akkor most azt hiszem ezt a vitát itt ezzel a definitórikus konklúzió hiányjal vagyok képtelen vélekezteni. Megköszönöm nagyon az ön kedves közvetítését, prezentációját, és átadni a következő előadónak a staféta botot jelesül Karádi Viktornak, akit szintén sokat szóra is a maga részéről ugyancsak szeretettel köszöntök, és különféle disziplináris ornamentikájus mellőzném, felsorolném a Társadalomtudományok Intézményesülése Magyarországon címmel tart előadást. Bocsánat, akkor így el vagyunk maradva. A téma az pontosabb ennél, és valamelyest parciális az. Nagyobb baj, hogy nem lenne projektorunk. Valóban nagy. Most előkozárulása kell a téma változás, vagy nem szükségelteti? Nem. Erre szállójelben van, mivel epokhálva vagyok. Nagyon baj, hogy nincs projekt, megpróbálok diagnosztatni a közösségükről. Közelre próbáljuk. Addig pár másodperc. Az elemdöngem. Akkor viszont a másik megoldás az, hogy esetleg fölcseréljük a következő. Támogat ebben a javaslatomban, most tartanám valóban 5 perc az a szünetre, és utána várom vissza a kedves jelenlévőket, addigra vélhetően a technikai feltételek is biztosítottak lesznek az előadónak a prezentációjából. Büfé elvileg itt van, tehát még talán van esélye annak, hogy A Viktor terelje valaki vissza? Nem megyünk most utána, de mindjárt kijövünk. Melyik? Jó, és akkor én is ide hozom, mert nekem is van, hogy ne kelljen arra mondani. Mit mondott a Viktor, hogy Elköszönhetne majd a Viktor után, megyek tovább Pécsre, német oktatás konferenciára. De nem mész, megvárja a realiszt szállásra. Van tökére, szerintem. Jó, hogy nem alakult a program, úgyhogy tudjuk pontosan, de hát augusztusban vagyunk,
Nem tudom, tehát végül is már úgy se érek oda a végét, viszont ez azért sokáig tart. Na meddig tart? Meghoztam a... Péter, én meghoztam neked a Viktor, azt kérdezik, hogy tereljük őt vissza, visszatereltem. Csak borogunk lett volna ez a történet. Megfelelő hatékonyság, hatékonyság, technikát alkalmazással. Köszönöm, hogy jöttél. Még most ezt még meghallgatom, csak utána. Én csak most az a kérdés, nem lehetne az utolsót, amit legutóbb én ezt éppen elfelejtettem, hogy milyen címen. Hát ugye ez egy bizonyos kor után már. Valami ilyesmi, hogy könyv, SSH, hát könyv, külföldi könyvek, ez az, SSH, külföldi könyvek. Tökéletes, tökéletes. Na, akkor búcsúzom, viszont nem előtt állna vedélyek csendben. Köszönjük szépen. Azt kell, hogy el kellene oltani ezeket a bizonyokat. Hát, majd ha lehetne. Lehetne, csak... Lehet, most Csabát várjál talán, elholtam, jó. Megkínálom. Hát egy kemény, igen, köszönöm szépen. Én nem kérek. Jövőlemet. Ami a... Van egy X, azt is lehet oltani. És olyan nem tudom, viszont, hogy de... Ez szerintem túlzás, ezen az oldalon meg lehet tartani. Arról beszélnék, hogy ugye ez a Péterrel, Nagy Péter Tiborral közös munkánknak egy ilyen mellékhajtása, amely azonban annyiban nem mellékhajtás, hogy ez egy nagyobb európai projektnek a része,
amelyben három fő téma volt. Az első fő téma, ugye, amit előzőleg bejelentettünk, mint a fő téma a magyar része, a társadalomtudományok intézményesülésének utolsó fázisa, utolsó 70 éve a második világháború óta. Na most a második nagy téma az a különböző társadalomtudományokban divatos paradigmáknak, tehát nagy gondolatrendszereknek, magyarázó rendszereknek a mozgása, a nemzetközi cserebelyéje, tehát a nagy szerzők, Bourdieu Magyarországon, Parsons Franciaországban, Foucault Amerikában, tehát ilyen típusú megközelítések. És a harmadik téma az a téma, amiről ma fogok magyar viszonylatban beszélni, hogy egyes országokban, amelyeket külön kutattunk, hogyan alakult a külföldi kapcsolatháló. Ugye ez annak a nagyobb, ugye kicsit bürokratikusan elképzelt projektnek a része, hogy hogyan történik, vagy nem történik, vagy milyen nehézségekkel küzd az európai zálódás. Ugye van egy ilyen fikció, amelyik hát nem kizárólag adminisztratív fikció, hogy az Európai Egyesüléssel megindult egy európai szellemi térnek a kialakulása, amely minden disziplinában valamiképpen közelebb hozza a nemzeti tudományokat egymáshoz, és ebből alakul ki egyfajta európai szellemi tér. Na most ennek nem lehetne úgy csinálni, hogy ez itt még lehessen látni, vagy hogy az túl komplikált lenne? Mit szeretnél? Hogy itt még legyen villany. Minek? Hát azért például, hogy valaki jegyzetel, vagy... Nem jegyzetel senki. De így szoktam mondani. Én jegyzetelek. Nem, ennél több kell. Most nem. Jó, akkor hagyjuk, akkor ne komplikáljuk. Ne komplikáljuk. Ahogy az előadók imádjuk szerintem. Na most a kutatásunk konkrétan az egy... Szokásaink szerint egy nagyobb pacska, hát prozopográfiai, illetve statisztikai lábakon álló kutatás. A prozopográfiai rész, most nem térnék ki, itt lényegében megpróbáltuk különböző kritériumok szerint azonosítani mindazokat, itt valami 14 ezer emberről volt szó, akik az utolsó 70 évben különböző társadalomtudományokban, nevezetesen abban a 8-ban, amelyet ebben az európai kutatásban konkrétan tárgyaltunk, de mi ezt kiszélesítettük Magyarországra, tehát egy csomó más aldisziplinát betettünk, és ezekben labdába rúgtak. Tehát itt egy nagyobb prozopográfiai alapvetés van, de emellett csináltunk más statisztikai jellegű összeállításokat is, amelyekből egy pici részt fogok itt bemutatni abból a szempontból, hogy ezekből a forrásokból mit lehet kiolvasni a honi társadalomtudományoknak a külföldi kapcsolatairól. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, közvetlenül nem tudtuk tárgyalni, vagy csak nagyon kevéssé tudtuk tárgyalni.